Közel 180 millió forintot kell elköltenie csak a széndioxid kvótára a szekszárdi távhőszolgáltató non-profit Kft.-nek. Erre egy egységes uniós törvény kötelezi a vállalatot, ugyanis az Európai Unió az Európai Klímarendeletben vállalta, hogy 2050-re eléri a karbonsemlegességet. Ennek érdekében pedig megadóztatják a jelentős mennyiségű széndioxidot kibocsátó cégeket. A nagy cégeket inkább, a nagy termelőket ugye megadóztatják, ez a CO2 kvóta vásárlása 20 megawatt teljesítmény fölött gyakorlatilag tonnánként kell fizetni euróba ezt a adót, mondjuk nevezzük annak, ami eddig ugye jóval kevesebb, egy ilyen 17 euró per tonna volt, és ez most ma már 42-43 euró per tonna. Ez egy óriási költség a cégeknek. Nekünk is ez körülbelül 100 milliós többet költséget jelent, így körülbelül ebbe az évben 180 millió forint értékű kvótát kéne vásároljunk ahhoz, hogy a mostani árfolyamon, miután ez egy tőzsdei termék, vagy tőzsdén, így szerintem ebben spekulálnak mindenképpen ezen a dolgon is, mint a tőzsdén általában, és folyamatosan megy fölfele. Tehát egy adó, kvázi adó formájában beszedő terméket gyakorlatilag tőzsdén teljesen kiszámíthatatlan, hogy mennyibe kerül ennek mennyit kell majd fizetni érte. Ez a kiadás jelentős terhet jelent a távhűszolgáltatónak. Csukle Tibor azt mondja, az idei évre több fejlesztést terveztek, többek között kéményépítést, távvezeték cserét. Ezekről viszont a magas kvótaárak miatt idén valószínűleg le kell mondaniuk. Az ügyvezető szerint még arra is sor kerülhet, hogy csökkentik a munkavállalóik számát. Ott tartunk, hogy ez elég nagy problémákat okoz a cég életébe. Nyilván ennyi pénzt kivenni a cégbe, tehát ezzel gyakorlatilag kell intézkedéseket hoznunk, hogy ezt ki tudjuk gazdálkodni, akár létszámleépítés, akár fejlesztések elhalasztása, karbantartások elhalasztása, tehát ez egy óriási probléma, amit mindenképpen meg kell oldanunk. Ez nem csak Magyarországon, akár Lengyelországban is probléma, olvastam milyen cikket, hogy ott is már a villamos energiaellátást veszélyezteti például, hogy ott is például a cén alapon van, de a földgáznál is ugyanaz, hogy a kibocsátást meg kell fizetni. Csukle Tibor azt mondja, a rezsicsökkentés nem teszi lehetővé, hogy a dráguló széndioxid kvótát tovább hárítsák a fogyasztókra, ezért nincs más lehetőség, mint hogy kigazdálkodja a szekszárdi cég a szükséges milliókat. A szolgáltatás díjában nem lehet emelni semennyit se. Ezt meg kell próbálnunk kigazdálkodnunk, illetve hát ugye a MEC, aki gyakorlatilag a hatóság, ő esetleg azt csinálhatja, hogy ártámogatáshoz kompenzálja, de az a probléma, hogy mindig az előző évben kell ezt megvenni, hogyha később kompenzálja is, az egy nagyon hosszú időt át kell kidalni ez miatt. Az önkormányzat tulajdonában álló vállalat 5600 lakásban és 240 közületben szolgáltat. Az ügyvezető szerint tavaly a koronavírus járvány miatt, mivel többet voltak otthon az emberek, több hőenergia fogyott, mint 2019-ben.